tisztelettel köszöntjük az immár 11. szabaddobás nézőit, hallgatóit, és I.S. Ferenc elnök urat, mondhatom, hogy kitüntetett vendégünket, állandó beszélgető partneremet, Csurka Gergelyt. Kézi üzemmódba kapcsoltunk, így hívjuk ezt a tavaszt, és ez egy olyan időpont, amikor ideje volt már, hogy az elnök szint vajon ebben a műsorban, hiszen férfi és női olimpiai selejtezőre, és még mi mindenre készülünk, de hát természetesen kezdjük az olimpiai selejtezőkkel. Mindkét csapatunk játszhat olimpiai selejtezőt, amióta ezt az intézményt bevezették, azóta ilyen még nem volt. Ha most a jó tündér vagy a rossz tündér azt mondaná, hogy egyik csapatunk jut ki Párizsba, aláírod? Aláírnád? Először is üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket, és hát rögtön belekérdeztél azért. Igyekszik az ember. Nem írnám jó szívvel alá, mert nagyon bízom a fiúk és a lányok sikerében is, és azzal, hogy itthon rendezzük a selejtezőket, azt gondolom, még egy kicsi plusz tettünk még amellé, hogy sikeres legyen az olimpiai kvalifikáció, és hát nagyon bízom bennem egy jó hangulatú rendezvényen, tényleg telt ház előtt, tudjuk segíteni a válogatottak annyira, hogy mindkettő kijusson, és hát ez egy óriási dolog lenne. 20 éve volt Athén, ugye? Igen. Akkor fiatalként én is ott voltam, és azért nagyon sokat jelent az nem a sportágnak, és az olimpiai bizottságnak, és tényleg a legfontosabb, hogy a kézilabda megítélésének az, hogyha mindkét csapattal képviseljük magunkat az olimpián, úgyhogy nagy örömünk lenne ebbe. Ha már belekérdezés, nekem így az motosz kellene, ugye, hogy Athén, ott ugye talán mindenkit meglepve azért sikerült a férfi válogatottnak, pont a nő, azt hiszem, ott a lányoktól vártuk a jobbat, és ehhez képest nektek kijött ki jobban a lépés. Tehát azóta azért úgy változott, és most az olimpiai selejtezőre egy picit úgy a kívülálló is úgy tekint, hogy na ez a... Tehát ami régen az volt, hogy bejutunk-e az elődöntőbe, vagy egyáltalán nem volt az kérdés, most az, hogy csak jussunk ki az olimpiára, és akkor ugye az egész sportágnak más a megítélése. Nem tudom, hogy más a megítélése, csak hogy egy ilyen extrém tétje van ennek, legalábbis a kívül a számára, hogy mert ugye a fiúk meglelés, hogy mikor voltak utoljára, hogy ezt a nyomást, ezt hogy lehet? Tudom, hogy ez a szakvezetők dolga, vagy hogy ezt úgy eloszlatni, mert ez most mondom, tehát az most, hogy érmet már idézőjelben nem várunk, jó lenne, de egyőre nem, hogy ez egy picit olyan, szóval, hogy pláne, hogy itthon van. Azt mondom, hogy ez folyamatosan alakult ez így, hogy ekkora tétet, meg ekkora nyomás jelent az olimpiára kijutni, és olimpián ott lenni magának a sportágnak is. Ugye a nőknél azért nagy sikereket éltünk, ekkorában érmeink voltak világversenyeken, olimpián, de most nem tartott a csapatunk. Most egyőre ott tartunk, hogy jussunk ki. Hozzáteszem azt is, és Attila szerintem meg fog erősíteni benne, hogy ezzel a sejtezős rendszerrel kijutni sokkal nehezebb, mint korábban. És viszont tudni kell, ha már ott vagy az olimpián, ott idézőjelben könnyebb eredményt elérni. És ott Athénban én tök fiatalként utaztam, tehát én örültem, hogy ott lehettem, még utolsó pillanatban reptén, és attól féltem, hogy nehogy a mozgó lépcsőn sérüljek meg, és ezért nem fog kijutni, amikor már utazó keretben voltam. Tehát nem annyira hihetetlen volt számomra, hogy én mégis csak bekerültem abba a keretbe, és hát az a csodálatos negyedik hely, hát egyszerűen csodaszámom ment, ezt tudom mondani, hogy ezt elértük, de jó csapat volt, az idősebb játékosok már régóta együtt voltak, és ugye még Skaliszki volt akkor az edző, jól összeállt a dolgok, a fontos mérkőzést megnyertük, és oda tudtunk írni egy negyedik helyre, amire azóta is ugye még egy negyedik helyre válaszoltunk, tehát nem sikerült jobbat. Igen, te két olyan olimpiai csapatnak is tagja voltál, amely negyedik lett. Először ilyen fiatal srácként, hogy a mozgó lépcsőn se is nehezen hitted el, aztán már csapatkapitánként. Szóval nem akármilyen ívet írtál le, de kezdjük a legelején. Édesanyád is járt olimpián, román válogatott színekbe, az egyik legjobb meccsét Montrealban a magyarok ellen játszotta. Gyerekkorodra visszaemlékszel, hogy ezt az egészet hogy lehetett megélni, hogy magyar vagyok, Romániában élek, anyukám román világklasszis játékos volt, aztán egyszer csak elindult a magyar kézzel, de meg Magyarország felé. Hát szerencsére most már válogatottban nekünk is vannak olyan fiataljaink, akik a szülők sorsa után ők is most már olimpiára készülnek, vagy válogatottak. Hát én is hasonlót éltem meg, hogy Romániában anyukámhoz hasonlítottak a bajnokságban, már ahol
megismertek, ott megkérdezték, hogy te vagy a Miklós Magdi fia. És hát, hogy anyukámnak is egy olimpiai negyedik hely sikerült, családban sajnos nem sikerült több, ki tudja majd még, lehet a jövő generáció, vagy kisfiam még, ha a sportol, talán jobbat elérhet. De tényleg ez volt, hogy mindenhol anyukámhoz hasonlítottak. Majd 18 évesen én kaptam egy lehetőséget, hogy Szegedre jöjjek kézilabdázni, hogy hátul lesz belőlem profi játékos. Itt viszont nem ismerték anyukámat, úgyhogy nem kaptam ilyen kérdéseket. Itt arra voltam utalva, hogy amilyen adottságaim vannak, azt próbáljam kihasználni, és első körül beküzdeni magamat Szegeden a felnőtt csapatba, mert ifjúban játszottam első évben, majd onnan válogatott lettem, onnan mentem tovább Veszprémbe, meg mentem külföldre, úgyhogy hosszú út volt, végig kellett járni a ranglétrát, de azt gondolom, ez most is így van a fiataloknak. Neked nagyon sok minden megadatott a válogatott pályafutásod során, sőt, ilyen ív szerintem, hogy egy rutintalan, kezdő magyar válogatottból csapatkapitány lesz valaki, ez egészen különleges, egészen egyedi. Neked melyik a kedvesebb olimpiád? Azt kell válaszoljam, hogy a londoni, mert ott már igazán felfogta az ember, hogy tényleg hova került. Fiatalon ott csak bámultunk két hetet, azt utána mentünk vissza dolgozni, és tényleg az akkor kevés szerephez jutottam, főleg csak védekezésben játszottam, és az idősebb játékosnak köszönhetjük azt az eredményt, és jobban magaménak tudom érezni a londoni negyedik helyet, annak ellenére is, hogy azt gondolom, hogy nem volt a játék szempontjából talán a legjobb világversenyem, de ott voltam csapatkapitányként, és mindent megtettem azért, hogy a csapat együtt legyen, hogy jó szerepeljünk. Ha kellett, védekeztem, ha kellett, támadtam. És az a csapat nem is arról szólt, annyira jól együtt volt, hogy mindenből ki hány percet, ki hány gólt lőtt, mennyit védekezett, ott csak az számított, hogy jók legyünk, az egy jól összeforrt csapat volt. Igen, meg ott úgy az ember azt érezte, hogy ott patika mérlegen megvan az, hogy a csoportból hogy kell tovább jutni, hogy azokra a meccsekre koncentrálni kimondva, kimondatlanul, viszont szóval ott az Izland meccset azt meg arra mindenki olyan könnyes szemmel gondol még ma is vissza, meg arra is, hogy mi lett volna. Jó, tudom már, hogyha nem nincs annyi ráadás, hogy akkor vajon több erő maradt volna az utolsó két meccsre, mert mindig a negyedik hely az mindig egy olyan, vagy egy hajszál a száj. Örülök, hogy te így gondolod, mi nem így éltük meg, hogy ilyen patika mérlem volt kiszámolva, hát mi a maximumot próbáltuk kihozni minden mérkőzésen, de tényleg az volt, hogy sikerült megnyerni azt a szerb meccset, majd utána azt az Izland meccset, azzal a csodálatos védéssel és góllal majd a Lékaitól, és hogyha kellene mondani azt, hogy egy olyan meccs, amire mindig az ember visszaemlékszik, és nem is azért, mert úgy emlékszem minden pillanatára, mert szerintem semmire nem emlékszem az egész meccsből, de azt, hogy utána amit itthon kaptunk az emberektől, támogatást és örömet, és ez az Izland meccs, amit hozott nekik, tehát azt mondom, a barátaimat megkérdezem most, vagy az ismerőseimet, hogy te hol ültél akkor, és hol nézted a tévébe, amikor az a meccs volt, és meg tudja mondani, hogy emlékszem, mikor az volt, akkor én ott bárba ültem, otthon a tévé előtt ültem, vagy bármi, és azért ez jót tesz a kézilabdának, amikor ilyen események vannak. Az is egyedi a pályafutásodban, hogy mind a három hazai élklubban játszottál, Veszprém, Szeged, Tatabánya. Ez nagyjából olyan a futballszakos nézőknek mondom, mint hogyha valaki játszott volna a Real Madridbe, a Barcelonába, meg az Atlético Madridba is, nagyon kevés ilyen futballista van. Még nagyobb bravúr, hogy bármelyik csarnokba bemész, nem úgy tekintenek rá, hogy na az áruló, na az ellenség, hanem szeretettel fogadnak. Pedig amikor te játszottál Szegeden, akkor még a Szeged-Veszprém meccseknek néha egészen háborús légkörük volt. Miért? Hogyan élted ezt meg? Hogyan lehetett ezt normális ésszel, meg lélekkel úgy továbbvinni, hogy mindhárom klubba úgy mehetsz haza, hogy na hát itthon vagyok. Hát nagyon örülök ennek, hogy ez utólag így alakult, és így gondolkodnak rólam az emberek mind a három helyen. Szerintem ez nem volt azért ilyen egyértelmű, amikor Szegedről Veszprémbe igazoltam, akkor tényleg vérre menő csaták voltak minden rájátszásban, és akkor volt, hogy akár öt meccset is játszottunk a bajnoki döntőben egymás ellen, tehát három győztesig, és ott szerda-szombat
hát elég tetlegességi fajuló mérkőzések voltak. Majd lejárt a bajnoki döntő, Szegeddel bajnok lettem 2007-ben, és egy hónap múlva meg Veszprémben kezdtem a felkészülést. Az első meccseken azért kaptam a szurkolóktól, de előtte meg a veszprémiek fújoltak rám azért, mert kemény voltam a pályán, majd ha átkerültem a Veszprémbe, ott voltam kemény, ott is megadattam mindent, és ezt értékelték az emberek, és ez ugyanúgy volt, amikor visszakerültem Szegedre. Ha az emberek a hozzáállása olyan, és mindent megtesz a pályán, akkor egyszerűen nem tudnak az emberek másképp hozzáállni. És azt hiszem, ezt kaptam én vissza. Volt olyan, amikor düböl, vagy nem düböl, hanem előre megfontolt szándék, hogy na most megfélemlítem, oda sóztál? Volt, többször is. Általában fiatal játékosok kapták ezt a jelet. Balogh Zsolti gyakran elmondja ezt, vagy velem kapcsolatban sokszor elmondja, amikor még a player játékosa volt, akkor a Veszprémben én úgy voltam vele, hogy akkor az elején tudatom, hogy na, kis barátom, ide ne gyere, mert itt ez vár, és emlékszik rá most is. De sose kaptam emiatt bántást. Biztos voltak olyan faltok, amik túl erősek voltak, vagy talán nem kellettek volna, előfordul. Jó néhány piros lapom volt azon a karrierem során is, de úgy tényleg előre megfontoltam, vagy bármi olyat, hogy sérülést okozzak, soha nem volt ilyen. Én mindig próbáltam a legkeményebben, a legerősebben rakni magamat, védekezésben, támadásban ugyanúgy. Ma még ugyanezeket meg lehetne csinálni? Már varoznak is, vagy inkább ma még keményebb? Biztos, csak, hogy nem. Ma is nagyon-nagyon kemény, de azt gondolom, hogy nem lehet már úgy törleszteni, vagy nem lehet már úgy, majd megmutatom a társamnak, bántottad, majd én itt visszaadom, vagy régen mindig ezt mondtuk. Nem most kell, majd egy pár perc múlva, majd a Timozsinnal összeszorítunk ott. Csak gyere ide. Ezt szerintem ma nem nagyon lehet megcsinálni. Annyira figyelnek a játékvezetők is, és hát a játékos képsége is ugye fontos, mindig is fontos volt, úgyhogy ez jó irány egyébként, tehát hogy erre figyelni kell. Egyébként éppen a játékos pályafutásodból vezették le azt, hogy miért leszel te jó elnök. Mert azt mondták, hogy aki ebben a három klubban megfordult, az biztos egy szintetizáló egyéniség, és egységet tud teremteni, legalábbis a férfi kézilabdában. Emellett viszont nagyon sok találgatás volt, hogy miért pont te? Hogy lettél te elnök? Meg oda tud sózni. Ja, nem, igen, azt gondolom, hogy amikor elnök lettem, ez is közrejátszott abban, hogy megválasztottak, hogy tényleg nem vagyok egy megosztó személyiség. Azt gondolom én is magamról, meg a kézilabda társadalom szerintem így gondolkodik rólam, aki ismer. És hát amikor az előző elnök, Kocsis Máté felkért tanácsadónak, és elkezdtem részese lenni úgy a kézilabda szövetségnek, hogy elnökségi üléseken részt venni, és komolyabban belelátni, akkor így éreztem, hogy ez fekszik nekem, és én ezt tudnám csinálni, és szeretném csinálni, és éreztem a biztatást is, és azért is léptem elő, amikor lehetett arra, hogy én ezt elvállalnám, és hát nagyon örülök, hogy megválasztottak, és azóta is azon vagyok, hogy mindent a legjobb tudásom és erőm szerint csináljam, hogy a kézilabda jó irányba haladjon, és ne akadjon el, és én nagyon bízom benne, hogy ugyanaz a hozzáállás, ami játékosként is jellemzett, a maximalizmus és az, hogy tényleg jó indulattal vagyok a sporták fele, az emberek fele, akik benne vannak a kézilabda társadalomban, hogy ez majd előre visz minket. Az a kép, ami előzetesen élt benned, hogy na, valószínűleg ilyen lehet elnöknek lenni, az mennyiben találkozott a valósággal? Volt-e olyan, hogy azt mondtad, atya úristen, mit vettem a nyakamba, ezt miért kellett csinálni? Hát ha olyan gondolatom volt, hogy ez nem lesz az egyszerű, és ez bevált. Egy dologban sokat köszönhetek a kollégáknak, akik a kézilabda szövetségben dolgoznak. Van jó néhány kollégánk, aki már régóta ott dolgozik, és az segítette nekem az átmenetet, hogy amíg én néhány dologba beletanulok, addig sincsen elakadás, és ez azért fontos dolog. De azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan azt mondták, hogy nincsen tapasztalatom, hogy nincs akkora tapasztalatom a sportvezetésben, de így most 10-11 hónap után azt gondolom, hogy most már kezdem fölvenni a ritmust, és most már tényleg
elindulhatnak azok a folyamatok, amik az én fejemben voltak, hogy merre tudunk elindulni és hol tudunk változtatni. Sok időbe telt egyébként, mert a Kézilabda Szövetség egy nagyon nagy szervezet, és azt átlátni talán még nem teljesen sikerült, de egyre jobban és egyre többen pozitívabban tudok hozzászólni dolgokhoz, és én nagyon bízom benne, hogy a jelenlétemmel, hiszen én napi szinten végzem ezt a munkát, és fontosan ott vagyok. Abba is bízom, hogy a kollégák is elindulnak majd abba az irányba, ha látják az én mentalitásomat, hogyan állok a dolgokhoz, akkor ők is majd hasonulni fognak, és ez majd meglátszik abban, amikor a klubokkal vagy bárkivel kapcsolatban vagyunk, hogy igen, érezni lehet, hogy egy másik elnök van. Csapatkapitányság az mennyire készíti fel az embert arra, hogy egyszer csak ott elemeget olyan pozícióban, hogy mit tudom, X szempár mered rá, és akkor, ja, ezt most nekem kéne megmondanom, vagy eldöntenem. Szóval tudom, hogy ez nem, ilyen nagyon vannak egy személyi döntések, de azért mégis a felelősség, meg egy utolsó igen, az mindig onnan jön. Hogyha úgy akarunk gondolni rá, akkor a csapatkapitány ugye a magyar válogatott képviseli, és az egész ország előtt képviseli, és ez a feladata. Az elnöknek is körülbelül ez a feladata. Viszont más a feladat, és amit Attila is mondott, sosem gondoltam volna, hogy én majd emberek előtt kell beszélnem. Más 15 ezer ember előtt játszani, és más mondjuk pár száz ember, pár ezer ember előtt beszélni, ezt is meg kell tanulnom, bele kell jönnöm, és mindig azon dolgozunk a szövetségbe is, hogy ebben is fejlődjek, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe is teszek elő a lépéseket folyamatosan. Már az első elnökségi ülésen volt egy olyan szituáció, azért nem leszek indiszkrét, mert nem a konkrét kérdésről beszélek, hanem magáról a helyzetről, hogy az elnökségi tagok többsége valamire azt mondta, hogy hát ez úgy gondolják, hogy fehér, és jó lenne ezt a fehér irányába tolni, és egy frissen megvasztott elnök, 10-ből 9 azt mondtam, hogy hát lehet, hogy fehér, de lehet, hogy szürke, gondoljuk még át, majd térjünk vissza erre. Te viszont azt mondtad, hogy ez szerintem fekete, és nagyon meglep, hogy ti úgy gondoljátok, hogy fehér, és még inkább meglep, hogy eddig nem közöltétek ezt velem. Ez egy olyan karakteres beállás volt, hogy megállt a levegő egy pillanatra. Tudatosan tisztázni akartad, hogy te ilyen típusú elnök leszel, vagy ez csak annak a konkrét szituációnak szólt? Én ilyen típusú ember vagyok. Én keresem a kompromisszumot, szeretem meghallgatni embereket, de ha eljutunk egy pontra, és én azt gondolom, hogy már pedig ezt nem így kellene csinálni, és nekem ebben felelősségem van, akkor viszont sok mindenre képes vagyok, és nagyon határozott tudok lenni. És az velem azért megtörténik egy évben egyszer-kétszer, biztosan, amikor eljutok arra a pontra, hogy valakivel már nem vagyok elégedett, és nem tudtam már szép szóval irányítani, megkérni, stb., akkor nagyon határozott tudok lenni. Ez így volt az öltözőben, és amíg játékos voltam, és úgy látszik, ez így van most elnökként is. Még ha ez úgy kívülről, azt mondja, jó, jött a játékos, és ahogy mondod, hogy pozitív hozzáállás, ugyanakkor ugye itt a kézilabdánál tényleg kell valami fajta, amikor néha azt mondja az ember, hogy lehet, hogy itt sokan fehérnek gondoltátok, hogy fekete, mert kicsit kiebbről nézem inkább, úgy mondom, hogy ugye az van, hogy nagyon sok minden adott nagyon, de hogy nem feltétlenül jöttek azok az eredmények korábban. Most itt vagyunk ki az Istennek a két olimpiai selejtezőn, ezért is nagy a tét, hogy mitől indul meg ez jobban, hogy legyenek megint, mit tudom én, legalább olyan jó átlövőink, mint voltak, vagy legalább olyan beállósaink, mint voltak, akik kikerülnek úgymond az utánpótlásból. Hogy tudom, hogy ez megint csak nem az elnök dolga, de amit mondtál, te képviseled ezt az egészet, és előbb-utóbb már majd tőled fogják megkérdezni, hogy na de miért, na de miért. Ha megengedett még egy pillanatra visszatérnék Attilának az előző kérdésére, tehát hogy én nem példát szeretnék statuálni, vagy bárkivel ilyen viszonyt, de hogyha engem megismernek az emberek, akkor amit mondtam, hogy ha ismerik az elnököt, akkor hasonulnak ők is, és legközelebb tudni fogják, hogy akkor ne így csináljuk, hanem beszéljünk az elnökkel, és akkor majd ő segít, hogy ebbe az irányba tereljük, főleg, hogyha jó az a kérdés, amit szeretnének, és ezt mindenhol így látom, hogy ha úgy közelednek az emberek hozzá, akkor tudunk egymásnak segíteni. A másodikra meg a válasz, azt gondolom, hogy az elnöknek van ebbe azért feladata bőven, és visszatérve még egy kérdésre, hogy amit gondoltam, amikor bejöttem, azóta azt látom, hogy akkor a rendszer, a szövetség és akkor a szervezet, hogy ez egy folyamat lesz. Sok kicsi apró döntéssel fog megváltozni minden, mert nem vagyunk egyébként olyan rosszak, mint ahogy
folyamatosan a magyar kézilabdát említik. Tehát mégiscsak jönnek azért fiatalok. A női csapatunk, válogatottunk, ha megnézzük, átlagében szerintem 25, ha jól gondolom, a körül van. A fiúknál meg most debütált 4 játékos az Európa-bajnokságon, és nem is akárhogy, és jönnek a többiek, és olyan szövetségkapitányunk van, aki használja is. Úgyhogy nem vagyunk azért annyira rosszak, mint ezt kijelentik rólunk. De sokkal jobban lehet azért csinálni még ezt is. És én azt gondolom, hogy az edzőképzésben muszáj lesz nekünk is haladnunk a korral, és kicsit modernizálni rajta, és még több külföldi impulzust, ha kell, behúzunk, mert csak így fogunk tudni haladni és tanulni. Nyilvánvaló volt, hogy szakmai alapú elnök leszel, hiszen a játékos pályafutásod erre predesztinált, és rögtön az elején leszögezted, fontos feladatodnak tartod felmérni azt, hogy az utánpótlás korból a felnőtt korba átmenet az miért okoz döccenőket, teljesítménybe, eredménybe, minden egyébbe, jutottál már valamire? Konkrétan még ezzel nem tettünk lépéseket. Ami látványos lépést tettünk, látványos annak, aki a sportban dolgozik, most akik néznek minket, lehet, hogy kevesebben, vagy akik csak úgy érdeklődnek a kézilabda sport iránt, de akik benne dolgoznak, azok látták, hogy most lesz egy markáns váltás U15 alatt, mégpedig a bajnoki kiírásban. Az első bajnokság az U12 lesz, alatta nem rendezünk, és majd U13, U14, U15, és egy versenyengedélyt adunk ki minden játékosnak. Ez egy nehéz döntés olyan szempontból, hogy nem sok klub örül neki, de egyszerűen meg kell hozni. Rengeteg időt fordítottam arra, hogy a kollégákkal egyeztessek erről első lépésként, és olyan anyagot tártak elém, amivel azt tudom mondani, hogy beszélünk túlversenyeztetésről, és az mind ott jön ki 19 éves korban, 18 éves korban, vagy 14 éves korban, amikor iskolát váltunk, és tínédzserek lesznek a gyerekek, akik kézlabdáznak, és mindenféle új dolog bejön. De azt gondolom, hogy az sem normális, ha kicsitnél túl sokat versenyeztetjük, és kell a verseny. Meghallottam a klubokat, mert nagyon sok emberre tartom a kapcsolat, ugye én a klub oldalról érkeztem, hogy kell a verseny, a gyereket ott tartsuk, csak meg kell találni azt a balanszot, amivel nem is versenyeztetjük túl már kiskorban, de ott marad a sportág mellett. Mert összeadódik. Gondoljunk bele, hogy lehet elkezdeni valaki 8 évesen kézlabdázni, és 19 évesen már szinte minden hétvégén versenye van. Ez nem jó sem a gyereknek, sem a családnak, de valahogy mégis ez a rendszer alakult ki, és ragaszkodunk hozzá, de higgyük el, hogy egyszerűen jót teszünk ezzel, hogyha van egy kis szabadsága is a gyereknek, és attól jobban fog ő kézlabdázni, jobban akar majd kézlabdázni. Úgyhogy itt konkrét lépéseket tettünk, majd a 24-es versenykiírásban ez jelentkezni fog, de ugye ez nem olyan, ami látványos lenne, és bárki, aki kézlabda meccset néz, azt így felfogná. Rengeteg ilyen döntés van a kézlabda szövetségnek, ezért is mondtam, olyan nagy szervezet, és olyan nagy sok helyre ér el, ami nem látványos. Ez mondjuk, de pont ez a tipikus, hogy egyrészt, hogy egy picit szembe menni azokkal, akik elben megválasztanak. Tehát ez nem az, hogy teljesen, de hogy egy ilyen konfliktust felvállalni, alapvetően szerintem valahol itt indul el az, hogy ami régen baromi nehéz, mert nyilván ez 3-4-5-6-7-8 év múlva derül ki, hogy ez jól fog menni. Ez így van, tehát ennek a kifutása jóval hosszabb lehet, hogy több, mint amíg én elnök leszek, de föl kell vállalni néhány döntés, és azt gondolom, hogy ebben majd még tovább is kell lépnünk, majd szépen folyamatosan. És bocsánat, ezt Attila mondta néha, hogy néha hozzam be, mert ugye én kicsit a vízilabdánál vagyok beljebb, hogy ott, amit tudok, hogy az is több év munkája, de ott azt megcsinálták azt, hogy behívtak egy embert, a Szolnok meggyőztesen edzőjét, akit nem ismertek sokan, a Cses Annyit, és ő azt mondta, hogy ezek lesznek a szakmai tervek, és ezt így végig söpörték azt, hogy minden válogatottban ők olyan edző, és egy úgymond ilyen taktikai rend, meg egyáltalán meg, hogy a különböző posztokon mit csináltok, és ezt U15-től dresszírozzák bele minden korosztályba, tehát nincs az, hogy az edzőknek olyan túl sok szabadsága lenne, de nem is a vágynak rá.
ennek a vége az lett, hogy ugye idén 4 aranyérmet nyert a férfi szakág, mert és hogy a válogatottban is azt mondták, hogy a fiatal csapat azért tudott így működni, mert hogy már azzal a szisztémával nevelődtek föl, hogy az a kérdés, hogy mennyire kell belenyúlni, mert nyilván valahol ez az álom minden labdajátékban, hogy ezt meg lehessen valósítani, hogy egyfajta rendszer szerint. Miközben zárulva megint az, hogy spanyolok, kicsit spanyolosak legyünk, kicsit skandinávosak legyünk, az egyik csapatban ilyen vonal van, aztán váltanak. Hogy látom, ezt meg is válaszoltad a kérdést. Ez egy nagyon komplikált kérdés, és ez még várat magára, hogy kialakuljon pontosan azt, hogy mit is szeretnénk. Meg kell találni hozzá a megfelelő embereket. És ez, ami nekem most nagy feladatom, és nagyon nehéz, hogy megtaláljam azokat az embereket, akik tényleg olyan felvilágosultak, világot láttak a kézlabdán belül, akikben bízhatok, hogy ezt megvalósítsák, és tudnak nekem segíteni. Ez folyamatban van egyébként. Az, hogy én azt nem támogatnám, hogy teljes mértékben az edzőktől elvegyük a szabadságot. Azt tudom támogatni, hogy megköveteljünk néhány dolgot. De az edzői szabadságnak azért lenni kell, azt gondolom, és nem tudom, hogy nem lebecsülve a vízilabdát, de szerintem jóval kevesebb edzőről beszélünk, mint kézilabdába, és ezt nálunk, ezt véghez vinni, ez nagyon hosszú feladat. De vannak hasonló gondolataim, meg ami furcsa, és talán a vízlabdában nem jellemző, hogy nálunk vannak akadémiák, az akadémiákra kerülnek a legtehetségesebb játékosaink, és eddig az akadémiákra nem volt ráhatásunk. Sem szakmai, sem pénzügyi ráhatásunk. Nem tudom, hogy jövőben, hogy alakul, bízom benne, hogy azért ott is tud a Magyar Kézilabdaszövetség azért szakmai szempontokat érvényesíteni. Kívülálló, még ez is az áll, ez azért egy picit nonsens, hogyha most csak úgy mondom, de ezt tudom, hogy ez nem a te... Igen, ez így alakult, de azt gondolom, hogy a sportvezetés ezt látja, felismeri a hibát, és mindenhol azon vannak, hogy javítsák a korábban elkövetett hibákat, vagy ami kiderült közben, hogy talán nem a legmegfelelőbb felállás. Ezzel mindenki így van, mi is hozunk döntéseket, amire rájövünk, hogy talán ez nem így jó, akkor próbálunk rajta változtatni, és ezt szerintem, hogy jövőben meg is fog történni. Igen, ahogy mondod, az akadémiáink is, meg jó pár klubunk is, ezek erős bástyák, csak nem feltétlenül állnak össze egy várra. De nagyon sokszor érzékeli az ember, és a klubok szempontjából, ha csak a saját parciális érdekeiket nézik, hogy mintha ellenérdekelt felek lennének konkrét bizonyos kérdésekben. Neked ezt az ellentétet elnökként mindenképpen érdekelt célot, feladatot feloldani, milyen sikerrel jársz? Hát ez jó kérdés, egyáltalán ez feloldható-e ez az ellenérdekeltség? Inkább azt mondom, hogy egy kompromisszummal lehet ezt megoldani, mert a klubok azok külön, mégiscsak külön gazdasági és szakmai entitások, az ő munkájukból beleszólni nem lehet. Inkább csak elvárható az, hogy együttműködjünk a válogatott érdekébe. Nekik is fontos, mert mégiscsak a sportágat a válogatott alapján ítélik meg, de ő nekik a mindennapokban nem befolyásolja annyira a válogatott teljesítménye, a mindennapokban mondom, de hosszú távon azért mégiscsak a sportágból áramló pénz, a finanszírozás attól is függ, hogy mennyire sikeres a válogatott. Úgyhogy ez egy nehéz helyzet, de én azt mondom, a legtöbb klub tisztában van vele, hogy mit jelent a válogatott, és a maguk módján meg is tesznek mindent, tehát együttműködnek velünk, adatokat megosztanak, erre már komoly programjaink vannak, hogy tényleg ahol tudnak mérni bármit, azt megosztják a kézilabdaszövetséggel, a válogatottal, és mi is megosztjuk az adatokat, amiket mérünk, és sőt, olyan programokat támogatunk, ahol ők tudnak ebben fejlődni és előrelépni. De hogy is mondjam, amin változtatni kellene, vagy amin változni kellene, a kézilabdaszövetségnek is a kommunikációja, és most nem arra gondolok, hogy mit jelentetünk meg a Facebookunkon, vagy az MKS oldalán, hanem ahogy a kollégák kommunikálnak a klubokkal, abban azért tudunk mi is erről lépni, és ez fontos kérésem is volt, rögtön az első állománygyűlésen elmondtam, hogy én egy klubból jövök, és azt látom, hogy lehet azért jobban kommunikálni. Ugyanakkor a klubok részéről is sokkal több nyitottság kell.
mindig azt hallja az ember, amíg egy klubnál dolgozik, hogy már megint a kézzel a szövetség, mit talált ki, vagy mi ez hülyeség, ez nem jó. Nagyon könnyű rásütni a kézzel a szövetségre, hogy ez nem jó, miért nem így csináljuk, miért nem úgy csináljuk. Nagyon nehéz megfelelni minden klubnak, tehát mindig lesz olyan, akinek valami nem tetszik, van, akinek valami fekszik, és jó döntésnek számít. Ugyanakkor azt gondolom, hogy tőlük is kell sokkal több nyitottság felénk, mert látom most, hogy bekerültem a szövetségbe, hogy mindig jobbító szándékkal vagyunk, és mindig szeretnénk jobbat adni, és jobbat nyújtani nekik. Sokszor lehet, hogy mire felépül, mire megértik, hogy mi mit is akartunk, vagy nehézkes az átállás, de egy év múlva lehet, hogy már könnyebb lesz, ezt nehezen fogadják tőlünk. Hát nehéz feladat a szövetségben dolgozni is, meg elnöknek lenni is. Ez biztos, mert ráadásul mondjuk a top csapatok, azok, mintha egy ilyen önálló szatellintként kerengenének, gondolom én, meg gazdaságilag ők úgy ebben a jelenlegi felállásban, ahogy most van, egy Győr, egy Veszprém és Szeged, olyan túlzottan nagyon szerintem nem feltétlenül függ talán a szövetségtől. Hát most megoldják ők maguk idézőjelben, mert pedig Magyarországon azt tanultuk így sportban, hogyha anyagilag nem függsz nagyon, akkor már úgy jó, persze meghallgatunk meg, hát mégiscsak szövetség, csak hogy akkor szóval nehéz nem is az, hogy nyomásgyakorlás, csak hogy akkor én már megengedhetem magamnak, hogy azt gondoljam, hogy jobban tudom, legalábbis, hogy nekem mi a jó. Talán ez jellemzi talán a legjobban a hozzáállás. Azt mondom, hogy... Most nem akarom ezt kiérdezni. Nem egy jó út, hogyha mi finanszírozással vagy pénzzel próbálunk klubokra hatást gyakorolni, vagy bármi ilyesmit, az nem egy jó út. Én azt gondolom, hogy ezt kommunikációval kell elérjük, és hát ott vannak a játékosok is, akik a klubokban játszanak, a válogatott játékosok, nekik is van egy akaratuk, tehát hogy mondjam, azért ritkán fordul elő, hogy egy klub azt mondja a játékosnak, hogy ne menjél most a válogatotthoz. Tehát azért szerintem ilyet manapság nem nagyon enged meg egy klub magának, mert azért mégiscsak a válogatott érdek, az válogatott érdek, de a játékos is ott van, a játékos mondhatja, már pedig én megyek. Tehát én nem hiszem, régen voltak olyan játékosok, hogy a klub mondta neki, hogy figyelj, most kicsit fáj a bokád, lehet, hogy most hagyd ki. De a játékos tudja azt mondani, hát a hétvégén tudtam mit játszani, ott is tudok hétvégén játszani. Tehát, hogy ez nem akadály. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkitől kell egy kis plusz berakni, a játékostól, a kluboktól, meg a mi részünkről is, mint mondtam, a kommunikáció, meg a segítség kell. Egyébként nem is feltétlenül, hogy nyilván ez is fontos, de hogy mit tudom én, mondjuk egy Győr vagy a Veszprém egy picit jobban preferálja azt, hogy ha már egyszer van egy posztra adott esetben egy adott, majdnem ugyan jó magyar játékos, akkor esetleg az lehetne ott is, mert az mindenkinek jobb, hogyha az abszolút BL top csapatban, vagy az egyikben még több van. Hát nagyon örülnénk neki, hogyha a top csapataimban sokkal több magyar játékos lenne, ez nem kérdés. Tehát hogy azt gondolom, mindenki így van vele. Én elnökként is, meg a kézzelszövetségi szakmai szempontból is azt gondolom, hogy ez jobb lenne, de az előbb is megbeszéltük, hogy ezek a klubok külön gazdasági és szakmai entitások, ők lövik be a saját céljaikat, ők tűzik ki, és nézzük meg, hogy mivel lehet. Én biztos vagyok benne, hogy ha sokkal több képzettebb és jobb magyar játékosunk lenne, akkor azok ott lennének. Tehát most is vannak azért néhányan. Azok, akik most külföldön edződnek, fiúknál főleg most, és törnek előre, lehet, hogy egyszer visszakerülnek, és majd ott fognak játszani. A lányoknál most indultak el külföldre jó néhányan, én bízom benne, hogy ők is majd egyszer visszalépnek oda, vagy visszajönnek ide, és akkor a Győr Fradiban fognak játszani. De mondom, a célokat ők tűzték ki. Mi persze örülnénk, ha többen lennének, de nagyon magasok azok a célok, és ott tényleg áldász harc folyik, és néha nehéz, tehát hogy valahova bele kellett harapni, és én azt gondolom egyik újukba, és ezt választották, hogy akkor egy külföldivel próbálják meg. Bízom benne, a jövőben ez is alakulni fog. Még fiatal játékos voltál, egyszer beszélgettünk, és mondtad, hogy micsoda érzés volt először belépni abba a válogatott öltözőbe, aminek az ajtán az volt, hogy hún és egy magyar zászló. Székelyudvarhelyi srácként neked ez megadatott, akik a trianoni határon belül születtek, azoknak természetes, hogyha válogatottak lesznek, akkor a hun felirat öltözőbe lépnek be, de ettől még, ha bennük van a nemzeti érzés, az szerintem nagyon sokat tud segíteni. Vagy hogyha nem ők ennyire emelkedett, legalább, hogyha a lélek bennük van, hogy egymásért küzdjenek, és a mostani csapatunkban, a fiúknál, az EB5. Csapatunkban ez a lélek, ez
hogy mondjam, néhány év lélekvándorlás után benne volt. Mennyire fontos ez szerinted, akár a személyes példádot tekintve, illetve mennyit tudsz vagy akarsz ebből te átadni? Nekem erdélyiként tényleg óriási dolog volt, hogy magyar váltott lehettem, vagy csapatkapitány lehettem, olimpián, világversenyen képviseltem a hazámat. Ugye egy székely gyereknek azért kicsit nehezebb a gondolkodása, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert székelyként Romániában elérni valami eredményt talán sokkal nehezebb lett volna. Nem azt mondom, hogy itt könnyű volt, vagy bármi ilyesmi, de ott azért biztos, hogy nehezebb lett volna, nehezebb út van kikövezve, de itt sem volt könnyű, és ezzel viszont sikerült példát mutatni, azt gondolom, jó néhány embernek, meg jó néhány sportolónak Erdélyben, ami nagy dolog. Visszatérve a mieinkre, én azt gondolom, hogy aki az anyaországban született és magyar váltott lesz, hasonló érzésekkel megy be. Nem tudom elképzelni, hogy más érzéseik lennének ezek a srácok, akik most a váltottban játszanak, hiszen minden vágyuk, hogy magyar váltottak legyenek, és most ott vannak, úgyhogy nem látok ekkora különbséget. Tudom, hogy nagyon sokan felértékelik azt, hogy székelyként a magyar váltottban, de én azt mondom, hogy itt az anyországban született játékosok is mind ugyanezt érzik. Ez összeköt minket, hogy magyar váltottnak lenni, címeres mezt fölvenni, ez ugyanaz az érzés. Egy egészen más téma. Elődött Kocsis Máté, Magyarország egyik vezető politikusa volt, nagyon komoly érdekérvényesítéssel. Ha úgy tetszik, ilyen tekintetben a szövetség vagy a sportág elé tartott egy pajzsot. Most nyilvánvaló, hogy te máshonnan jöttél, a szakma az erős oldalad, a politikai érdekérvényesítésed jóval kisebb. Volt-e olyan, hogy néhányan azt gondolták, hogy most próbáljuk ki, hogy mekkora rés nyílt ezen a pajzson, és úgy idézőben megpróbáltak külső hatást gyakorolni rád, bárhonnan próbára tették az erődet, hogy változott-e valami? Nem, azt gondolom, hogy még nem volt. Még nem volt ilyen, ahol valahol igen kellett volna mondani, pedig úgy gondolom, hogy nem. Nem volt ilyen, és én bízom benne, hogy nem is lesz. Ez egy székelynél azért nem könnyű elérni, ezt azért ezt is tegyük hozzá. Én bízom benne, hogy nem is lesz ilyen. Nem volt ilyen. Ez jó, hogy mondod, hogy székelynél. Mennyi maradt még a székely dacos kisrácból benned? Hát azért maradt, én azt gondolom, és amikor úgy nem marad idő túlságosan gondolni, és amit mondtam a kompromisszumra, meg ilyenekre, akkor viszont előjön belőlem az, hogy ha valamit meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. És én olyan vagyok, akkor vagy becsukom a szemem, és belemegyek, és nem számít, mi lesz. Tehát, hogy én képes vagyok erre. Persze az én pozíciómban azért nem lehet mindig mindent csak erőből, dűből, vagy lendületből csinálni, jól meg kell fontolni minden dolgot. Egyébként amikor udvarhelyi srácokkal este leülünk udvarhelyen, akkor előbb-utóbb, ha elkezdenek énekelni, hogy Hargitai fecskemadár előkerülés arról szól, ugye, hogy ő csak ott érezheti magát otthon a Hargitánál. Te hol vagy otthon? Most jelen pillanatban Tatán. Ott élek a feleségemmel, a kisfiammal. Otthonra találtunk Tatán, barátokra, gyönyörű helyre, és jelen pillanatban ott. Nagyon sokat járok Szegedre. 10 évet játszottam Szegeden, ott is vannak barátaim. Veszprémben is találtam barátokat. Kevesebbet járok, de inkább a Balatonhoz, és ott szoktam találkozni barátaimmal. És hát, amikor időm engedi, Székelyudvarhelyre. Amíg sportoltam, nem sikerült csak télen-nyáron hazajutni. Egyszer ugye karácsony környékén, egyszer meg nyáron. Most sikerült már kétszer hazamenni nyáron, úgyhogy óriási. És idén, ha minden jól megy, 24 év után szerintem az első húsvétot is a szüleimmel fogom tölteni. Ez jó. Egyébként azt hiszem előbb, hogy akkor mutasd meg, hogy tudod azt énekelni, de szerintem. Azt majd a századik szabaddobás alkalmával, igen. Hogy legyünk nagyon aktuálisak, amikor beszélgetünk, ennek a napnak a délelőttjén a Kéziked rendezvényünkön bejelentetted, hogy férfi szövetség kapitányunkkal, Csema Rodriguezzel 2028. augusztus 31-ig hosszabbított szerződést a Magyar Kézilabda Szövetség, és alá is írtátok ezt a dokumentumot, ezt a kontraktust. A magyar kézilabdában nem bevett gyakorlat, hogy ilyen hosszú távú bizalmat szavaznak egy szövetség kapitánynak. Miért pont most történt ez meg?
Egyébként én meglepődtem, hogy többen ezt mondták, hogy nem bevett szokás, és én is úgy mondtam, hogy nem bevett szokás, mert nem volt kérdés nálam, hogy ha van egy jó szövetségkapitányod, aki tényleg azt a munkát végzi, amit te vársz tőle, összerakja a csapatot, beáll mögé az összes játékos, a stáb. A Cseman Rodriguez egy olyan szövetségkapitány, hogyha ő besétál a tűzbe, akkor az összes játékos utána sétál. Én ezt látom, és ez csak a személyisége. Ez csak a személyisége, ami nagyon sokat ad a magyar kézlabdához, a magyar fiúkhoz, azt gondolom. Mellette ott van egy olyan taktikai felkészültség és tudás, amit már játékosként is megmutatott itt Magyarországon is, de világszerte, és hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó edző lett belőle. Nemrég hagyta egyébként abba ugye a játékot, és néhány év alatt fantasztikus edző lett belőle, és nagyon örülök, hogy ő látott abba potenciált, vagy lehetőséget, hogy itt egy 4 éves projektet végigvigyen. Többször egyeztettem vele erről, és azt mondta, de ő is tudja elképzelni az életét, hogyha ha végigvihet egy társaságot, és most jön egy olyan fiatal társaság, akiknek újra egy ilyen edző kell majd, és azonban a legjobb döntés. Úgyhogy fel sem merült bennem, hogy ne beszéljünk esetleg 4 évről, hiszen bizonyította, hogy jó edző, és hogy jó ember, és nagy segítségünkre lehet, nem csak az edzőségben, hanem akár az edzőképzésben is, ha a tudását átadja magyar edzőknek is. Neked volt olyan edződ, aki után besétáltál volna a tűzbe? Én azt gondolom, volt. Én, hogy mondjam, arról beszéltünk, hogy engem szerettek itt is, ott is, mert hogy úgy álltam hozzá, védekezés, támadás, mindig a csapatért, mindig mindent. Ezt én az edzőkkel is így voltam, mert nekem az edző azt mondta, hogy én kimegyek és leütöm, vagy kimegyek és ide kell menni, oda kell menni, én mindent mindig megcsináltam. Szerintem az edzőknek jó típus játékos voltam ilyen szempontból, ha kellett a zongorát cipeltem, ha kellett gólt lőttem, minden ilyesmit, és pont ezért ők is szerettek engem, és amikor van kölcsönös elfogadás, meg tisztelt a játékos edző között, akkor azt gondolom az edző után nem kérdőjelezed meg a döntését. Most felejtsük el a jó magyaros megközelítést, hogy pont most is mi van, ha az olimpiai selejtező nem jön össze, hanem vegyük a másik végletet, hogy elkezd olyan eredményeket elérni, mint mondjuk a focistáknál rossz, és akkor ott ugye mondták, hogy de nem is tudna menni, hogy 26-ra már olyan szinten tartunk, most nem azt mondom, hogy megnyertük az olimpiát, de úgy legyen látszik így, a csapatjátéka, legyen így. Mit enged a szerződés, hogy ha megtalálja mondjuk a Paris Saint-Germain egy kis extra arra pénzzel, hogy akkor bekopogtathat-e az irodádba, hogy tudom, hogy abba maradtunk, de hát egy kicsit lehetne emellett még így. Most anélkül, hogy nyilván intim részleteket elárulnál vagy belsős dolgokat egy papírról. Igen, a szövetségkapitány szerződése arról szól, hogy ő főállási szövetségkapitány, hogy nem vállalhat máshol szerepet, de hát minden szerződés felbontható. Tehát nincs olyan szerződés, amit nem lehet felbontani. Én azt gondolom, hogy a szövetségnek a jogászai és a munkatársai egy olyan szerződést raktak össze, ami biztosítsa nekünk azt, hogy nem ehessen a szövetségkapitány. Amikor felülsz a lelátóra, mondjuk az olimpiai selejtező majd élethalál meccsekre, akkor dacára annak, hogy van egy kiváló szövetségkapitányunk, mennyire érzel ingerenciát arra, hogy hát valamennyire a szakmába beleszól, hogy üvölts egyet csak be a pályára, vagy annyit kérdezzé, hogy miért nem megyünk ki nyitottra, miért nem a Géza játszik X pozícióba, vagy annak már vége elmúlt, és te elnökként nézed a meccset. Hát elnökként nézem a meccset, óriási izgalommal, és tudok ideges lenni, meg dühös lenni, de azt azért nem engedhetem meg magamnak, hogy én, hogy mondjam, beleszóljak. Az, hogy utólag lehet-e szakmai értékelésnél kérdezni, azt kell is. De az, hogy a meccsen, vagy a meccshevébe, vagy bármi ilyesmi, hogy beleszóljak a szövetségkapitány munkájába, azt gondolom, az nem helyes. Tehát az ő felelőssége minden döntés.
És azt már rögtön megéreztem, amikor lejöttem a pályáról, és vezető lettem tatabányán, akkor ott meg kellett tudni, el kellett fogadni azt, hogy hú, én már nem vagyok ott, már nem tudok ott segíteni, tehát tegyem meg mindent előtte, közben, utána, szervezéssel, meg minden, amit lehet, de a pályáról nem lehet fölmenni, és néha tud ez fájni, és azt már nem hiszem, hogy én vissza tudnék menni bármikor a pályára, nem érzem magamat olyan erőben, sőt, mikor elmegyek a Bodoricsi, a Bánhidi, vagy Sípos mellett, akkor azt hiszem, hogy Jézusom, hogy tudtam ezek az emberek közé, hogy mertem beállni, most ezt érzem, pedig néhány éve volt, de mint mondtam, inkább csak azt érzem, hogy az még bennem van, hogy azért most nehogy már ezt csinálja velem, én azért odavernék egyet, vagy mit tudom én, ez az érzés bennem van, de hát ugye ezt már nem adhatjuk az ember magába, és ezt ugye el kell fogadni, úgyhogy csak izgulni tudunk, ez maradt. Na végül azért az annyira nem baj egyébként, hogy most egyre több olyan elnök van, akit szakmailag nehéz, vagy nem tudnak megvezetni, mert azért, ahogy tudom, ő is ért a játékhoz. Úgyhogy, meg hogyha bemész az öltözőbe adott esetben, csak nem azért taktikát adni, akkor nem megyek be egyébként az öltözőbe. Nem. Kínosan azt, próbálok erre figyelni, hogy öltöző előtt megállok, gratulálok az összes játékosnak, az edzőknek, mindenkinek, de az öltözőbe az edző, a játékosok, a stáb azt tartozik. Én ott csak gratulálok, sőt az öltözőfosan csak annyit vagyok, amíg gratulálok. Nem, nem vagy csak bátorítani egy meccs előtt, vagy még a szállodában mondjuk, ha van egy világbajnokság, mert ahogy tudom, miután láttak téged is a pályán, ezért mondjuk még hiteles is lenne, bármit is mondanál nekik. Nem ad ilyen játékról. Azt el tudom mondani, világverseny előtt most a lányokkal is, meg a fiúkkal is volt egy rövid beszélgetés, ahol a célkitűzést elmondtam személyesen, és ahol tudtunk egy kicsit beszélgetni, és én azt mondom, ott mindent, amit kellett, el lehet mondani. Nem jó dolog, azt gondolom, hogyha egy világverseny alatt majd minden nap bemegy az elnök a szállodába, az öltözőhöz bejár, jó lesne nekem is ott visszakerülni abba a körforgásba, vagy abba a millióbe, de nem tartozik az elnök, nem tartozik az öltözőbe, azt gondolom. Gratulálok, ha lemegyek, és ennyi. És látják, hogy örülök én is neki, és ez bőven elég, azt gondolom. Azon kívül meg ott vagyok a szövetségben is, hogyha kell, szükség van a stábnak valamire, akkor jelzik, és azt megpróbáljuk elintézni. Dacára annak, hogy szerintem a csapatsportok közül a kézilabda az, ahol a női szakág leginkább összevethető a férfival, kívülről nézőként élményben a két szakág leginkább hasonlít egymásra, ugyanazt játsza. Azért férfi játékosokban néha benne van az elitista dum, hogy hát kétféle kézilabda van, van a kézilabda, meg a női kézilabda. Na most ráadásul te ugye x év férfi kézilabdázás után most már elnökként mennyire kell idézőben erőszakot tenni magadon, hogy a női szakág ugyanakkora területet foglaljon a gondolataidba, a munkádba, az érzéseidbe, mint a férfi? Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez rögtön sikerült. Azonnal elkezdtem figyelni magamat ezzel kapcsolatban, hogy nekem ugyanúgy képviselem a női válogatott, mint a férfit is. És persze kaptam rögtön a férfi válogatott, már vannak olyan játékosok, akik vagyunk olyan jóban, hogy lazán bemondjak, persze, adjad már, mert a férfi válogatott, és mondom, hogy de hát én az elnök vagyok, nekem ugyan később a női válogatott, mint a férfit. Tehát valamikor emberek is tudatosítani kell, hogy nálam nincs különbség női válogatott sikere, mert férfi válogatott sikere. Tehát az, hogy kicsivel nézettebb a férfi válogatott, vagy az eseményeik, az nálam nem jelent különbséget, mert nem jelenthet különbséget. Úgyhogy figyelek erre, és nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy női mérkőzéseket nézek, beszélek a lányokkal, akik a női válogatott menedzselik nagyon sokat, hogy legyek képbe velük, és körülbelül ugyanaz arra szintre hozzam magamat a női válogatottan, mint a férfi, tehát erre nagyon figyelek. Hát a 11. szabaddobás is fájdalmasan a végéhez közeledik, mehet egy érzelmes kérdés a végére? Úgy említetted, hogy amikor elkezdtél kézilabdázni, akkor Székelyudvarhelyen mindenki azt mondta, a Miklós Magdának a fia, a kisfia, és ezt te úgy élted meg, ahogy édesanyád, aki a Montreal olimpián a magyar válogatott ellen nyújtott az egyik legjobb teljesítményt és 5 gólt lőtt, hogyan éli azt meg, hogy na hát az én fiam a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke? Hát ő nagyon büszkén, és ő azt is mondta, miután megválasztottak,
eljöttek személyesen szüleim, tesóm, feleségem, ott voltak a küldőgyűlésen, ahol megválasztottak, és nagyon, nagyon büszkék voltak, és azt mondta a kisfiam, ezért dolgoztál egész életedbe, és azért tettem bele mindent, és hogy megérdemled, hogy te legyél. Hát ő ugye onnan nem tudja, hogy mekkora feladat, pedig gyakran beszélünk, de ezt gondolja, és engem büszkeséggel tölt el, hogyha így gondolja anyukám. Hát akkor legyen ez egy sikertörténet, nem is elsősorban miattad, hanem a magyar kézilabda miatt. Őszinte szívvel kívánom mindenkinek, köszönjük szépen ismét, hogy velünk voltak, hogy néztetek, hallgattatok minket. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.